Szigorodnak a járványvédelmi szabályok országosan, így Székesfehérváron is. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztéra, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Stúdiónk vendége Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és köszöntöm természetesen a nézőket is. Talán a hét igazán mozgalmas, és a változások heteként is nevezhető. Az egyik nagyon sokakat érintő kérdés az, hogy a legújabb járványügyi korlátozó intézkedések értelmében a 10 000 főnél nagyobb létszámú településeken helyi döntéssel kell kijelölni azokat a közterületeket, ahol kötelezővé teszik a maszk használatát. Nyilván érkezett ezzel kapcsolatban számos kérdés Önhöz, a városhoz is, és nyilván meghoztak egy döntést, de mik ennek a részletei? Hát először is talán érdemes két dologról külön még beszélni általánosságban, ami persze utána össze fog kapcsolódni ehhez a bizonyos maszkhoz. Az egyik, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tapasztalata volt a tavaszi időszaknak is, hogy bizonyos szabályozási kérdéseket érdemes a helyi szintre bízni, érdemes az önkormányzatokra bízni. Alapvetően nyilván mi élünk itt, mi ismerjük az adott település mindennapjait, mi vagyunk kapcsolatban az itt élő emberekkel, tehát bizonyos döntési szintek egyes fontos alapvető kérdésekben talán akkor helyes, ha az önkormányzatnál kerülnek kialakításra. Úgyhogy ennek azt hiszem, hogy most ez egy fontos példája, még akkor is, hogyha nem sok idő állt rendelkezésünk, hiszen tegnap késő este jelent meg az a kormányrendelet, ami alapján mi a szabályozást ma elfogadhattuk. És mielőtt erre rátérnék, azért el kell mondanunk, hogy nyilván a járványügyi helyzet az teljesen máshogy alakult, mint a tavaszi időszakban. Most látszott, hogy fokozatosan és folyamatosan történnek szigorítások, és az egészség és az életvédelme mellett megjelent az a szempont, hogy a működőképességet is fönn tudjuk tartani. És ennek nem csak gazdasági vetületei vannak, hanem mondjuk az intézmények működőképessége és bölcsőde, óvoda, iskolák, szociális intézmények, adott esetben a közösségi közlekedés is ebbe bele tartozik. De azért várható volt már látva a megbetegedések számát, hogy bizony szükség lesz előbb-utóbb alapvető szigorításokra. Ez ugye most meg is történt több lépcsőbe, és ennek keretében néhány kérdésben az önkormányzatok kaptak szabályozási lehetőséget. Az egyik talán legtöbb ember által várt terület az a kötelező maszkviselés a közterületen címszót kaphatná. Azt ugye a 10 000 fő fölötti nagyvárosok, települések maguk szabályozhatják. Mi ezt megtettük a mai nap folyamán. Mi ezt most már nyilvánosságra is hoztuk, sőt itt az adás kezdet előtt már a rendelet aláírása is megtörtént. Ennek a kihirdetése is megtörtént, úgyhogy ennek nyomán hivatalosan is jelenthetjük, hogy éjféltől mi azt a megoldást választottuk, hogy nem általában jelezzük és tesszük kötelezővé a maszkviselést a közterületeken, mert Cserpalkovics András sétafikál a Donát utcába egyedül délután, akkor ott a maszkviselésnek önmagában túl sok jelentősége nincsen. De hogyha elmegyünk egy olyan területre a városban, ahol sok emberrel találkozhatunk, ahol nehéz a távolságtartást megtartani, és nem tudunk feltétlenül maszk nélkül egymásra megfelelően vigyázni, ott viszont van értelme előírni kötelezettségként a maszkot. Ez vezetett bennünket a szabályozásnál, és összességében azokon a területeken kötelező a maszkviselés éjféltől, amely területeken úgy látjuk, hogy a csoportosulás egyszerűen elkerülhetetlen. Ilyenek a parkolók, szeretném hangsúlyozni, nem csak a közterületi parkolók esetében kötelező a maszkviselés, hanem minden nyilvánosság számára megnyitott parkoló. Tehát a nagy bevásárlóközpontoknál? Bevásárlóközpontok, tökéletes példa, egészségügyi intézmények környékén lévő parkolók ugyanúgy beletartoznak ebbe, mint a nagy közparkolók a város különböző részein. Maga a történelmi belvárost ítéltük mi egy olyan városrésznek, ahol azért nagyon sokan megfordulnak, különösen majd az előttünk lévő adventi időszakban, és ott jó egymást védeni, tehát ott kötelező teljes egészében a maszk viselése. Mellette a vasútállomás egész területén, az autóbuszállomás egész területén valamennyi autóbusz megállóban szükséges és kötelező is a maszkviselés. És miután egy másik kérdéskörben, ahol szabályozhattunk, azt a döntést hoztuk, hogy mi nem zárjuk be a kutyafuttatókat, mert azt érzékeltük, hogy több szempont szól amellett, hogy tartsuk ezeket nyitva, viszont a gazdiknak előírtuk, hogy nekik kötelező a maszkot viselni. Kötelező a játszótereken,
a gyermeket kísérő felnőttnek viselni a maszkot. Nem szerettük volna a játszótereket lezárni, viszont kérjük, hogy ennyiben legyenek partnerek a szülők vagy a nagyobb testvérek, akik viszik a gyermeket vagy tesót a játszótérre. Nyilván nem olyan novemberi időben, mint most, de azért bízunk benne, hogy talán még a következő hetekben is lesz olyan alkalom, amikor ezt meg lehet tenni. Tehát ezek azok az alapvető szabályok, amelyeket meghatároztunk, és van egy olyan szabály, amit azóta most már meghatároztunk, de már a Facebook bejegyzésekhez érkezett javaslat egyikeként került aztán eldöntésre, miszerint azt kérték a szülők, hogy a óvodák, bölcsödék, iskolák előtti téren, illetve a bejáratoknak az 50 méteres távolságán belül legyen kötelező a maszkviselés. Aki visz kisgyermeket óvodába, vagy éppen általános iskolába, vagy ott várakozik délután, az tudja, hogy viszonylag egy időpontban érkezik, vagy távozik sok gyerek, óhatatlanul ott a szülők egymással is találkoznak, úgyhogy ott előírtuk a kötelező maszkviselőt. És az a fontos, amit meg szeretnénk kérni az embereket a szabálykövetésben, mi nem szeretnénk ennél tovább menni. Tehát nem szeretnénk odáig eljutni, mint ahogy látom, nagyon sok település már ezzel nyitott, hogy mindenhol kötelező a maszkviselés. Mi szeretnénk a józanész keretei között tartani ezt, de ez akkor fog működni, ha szabálykövetőek leszünk, akkor nem kell ennél tovább menni. Ha nem tartjuk be a szabályokat, vagy a járvány tovább olyan arányban fokozódik, akkor nyilván tovább kell lépnünk, de úgy érezzük, hogy a legfontosabb azokon a területeken a maszkviselés előírása, ahol valóban ennek van hatékony hatása és szerepe az egészség megóvásában, illetve a fertőzés terjedésének lassításában, megállításában. Innen fogjuk folytatni, és a maszkviselésről még lesz szó, de nézzük meg, hogy a fehérváriak mit mondtak nekünk ezzel kapcsolatban, hiszen megkérdeztük őket szerda délelőtt. Én súlyos tüdőbeteg vagyok, meg színbeteg. Én majd megfoglalom, most látják, hogy az nem tudom, hát nem lenne rossz dolog, ha az ember bírná. De hát nem bírom, mindjárt is veszem, mert megfogladok. Tehát ez COPD-s vagyok, alig van oxigén, tehát hát rossznak nem rossz, de hát nem tudom. Jogosnak tartjuk, most már így a sok megbetegedés által. Hát reméljük, hogy minél túl leszünk rajta. Ha mindenki betartaná, mindenhol buszon erre-arra, azért már ezt azért szerintem meg lehetett volna egy kicsit, vagy lejjebb lehetett volna vinni a fiataloknak is. Én nagyon kell vigyázni az idősekre, most már azért a 30 év fölöttiek is, 30 alatt is. Úgyhogy nekem az a vélemény, tartsuk be a szabályokat. És egyébként a belvárosban szerda délelőtt meglehetősen jogkövető fehérváriakkal találkozhatunk, hogyha fogalmazhatok így. Önöknek is, vagy önnek is ez volt a tapasztalata egyébként? Igen, én úgy érzékeltem már az elmúlt hetekben, hogy nagyon sokat javult a szabálykövetés, és az emberek döntő többsége ezt elfogadta és betartja. Nyilván senki nem örül, én is szemüveges vagyok, állandóan párásodik a szemüveg a maszkokán, akár bemegyek valahova, akár kimegyek a szabad levegőre, de ha ez kell azért ahhoz, hogy megvédjük magunkat, vagy amit nagyon helyesen azt gondolom mondott a hölgy, az időseket, akkor szerintem ez a minimum, amit meg tudunk tenni. Nem elfelejtve, hogy keleti országokban ez ettől a járványtól függető szokás, hogy az emberek hordanak maszkot akkor, ha valami alapvető kis tünetük van, amivel tudnak közlekedni, tudnak adott esetben menni ügyet intézni, de mégis föl szokták venni. Ez Európában kevésbé volt szokás. Nem is hiszem, hogy a kedvenc ruhadarabunk lesz, bár most már lassan divatja van arculati elém is a szószoros értelmében, de nyilván kellemetlen, kényelmetlen, de ha ez kell ahhoz, hogy a járványt meg tudjuk fékezni, hogy emberéleteket tudjunk megőrizni, megvédeni, egészséget tudjunk megőrizni, megvédeni, akkor azt gondolom, ezt meg kell tenni. Nagyon jó volt a bejátszás, hiszen előjött a krónikus beteg problémája, eljött a korosztályi probléma. Most igen, a fiataloknak kell tenniük a saját szüleikért, a saját nagyszüleikért, védeni kell őket, kis túlzásra mondhatjuk abszolút, hogy bennünket, mert nem önálluk jelentkeznek szerencsére a problémák, viszont értelemszerűen, ha egy idősebb korosztály, mondjuk egy krónikus beteg kapja meg ezt a vírust, akkor bizony nagyon látjuk, hogy nehézségeket tud okozni. Úgyhogy tényleg azt kérem mindenkit, hogy a szabályokat tartsuk be. Senkinek nem máliája, hogy ilyen dolgokat kell szigorításként elrendelni, de oka van annak, hogy a szakemberek ezt előírták. Kövessük azt a gyakorlatot, amit tavasszal kialakítottunk, és én is azt tapasztalom, hogy az elmúlt hetekben e tekintetben jelentős előrelépés történt. Egyébként a kommentekből is azt olvastam ma a visszajelzésekből, hogy annak örültek az emberek, hogy nem általában van tilalom,
hanem próbálunk tényleg a józan ész keretei között szabályokat alkotni. Van tavaszi tapasztalat, van az elmúlt hónapokból tapasztalat, van mire ezeket a döntéseket alapozni. Ugye ez a beszélgetés szerdán készül, ez nem titok, felvételről láthatják a nézők csütörtökön este adásba, és nyilván, ahogy említett, és már most érkezett olyan komment, amit beépítettek ugye így az iskolák, óvodák előtt, továbbra is várnak ilyen javaslatokat, amit esetleg megfontolnak, hogyha olyan, hogy tényleg elgondolkodtat és fontos beilleszteni? Igen, akár a mai sajtó megjelenésekben, akár már itt a Városi Televíziónak a híradójában is elmondtam, hogy kifejezetten kérem, hogyha van vélemény, hogyha van javaslat, ha van kérdés, van tapasztalat, amit érdemesnek tartanak velünk megosztani a fehérváriak, akkor ezt tegyék meg, mert ebből mi is tudunk okulni, át tudjuk gondolni, szakemberekkel meg tudjuk adott esetben vitatni, és tudunk döntéseket hozni. Ma is hoztunk olyan döntést, ami kifejezetten ilyen visszajelzésből eredt. Nem gondoltunk rá, viszont amikor elolvastuk, akkor rájöttünk, hogy ez egy nagyon jó és életszerű javaslat, építsük be. És mire a döntésig eljutottunk, már a döntés része volt. Úgyhogy én tényleg kérek és biztatok is mindenkit. Együtt védekezünk, és ebbe a közös tapasztalás is azt hiszem, hogy egyértelműen beletartozik. Ha már említett, hogy együtt védekezünk, mi a helyzet azokkal, akik mondjuk nem engedhetik meg maguknak, hogy folyamatosan vásároljanak akár eldobható maszkot? Igen, vannak ilyenek, és biztos, hogy nem múlhat a védekezés, és nem múlhat a szabálykövetés, és nem múlhat leginkább az egészség megőrzése azon, hogy a családnak van, vagy nincs pénze arra, hogy sorozatban vegyen maszkokat. Egyébként átgondoltuk nyarat követően, hogy ilyen nagyon szép városi címerrel ellátott maszkot, akár többet is minden fehérvárinak eljuttatunk. Volt ilyen egyébként ellenzéki javaslat is nem olyan régen. Mi ezt már korábban átgondoltuk, egyszerűen finanszírozhatatlanul magas összegek jöttek erre ki, viszont akkor eldöntöttük, hogy sebészi maszkból jelentős mennyiség áll rendelkezésre, ezt nem kell úgy felhasználnunk, mint tavasszal, amikor nem lehetett maszkot venni, és irreálisan a mai ár 5-10-szeresért lehetett csak hozzájutni, akkor egyértelmű volt, hogy a város, amíg be tudott szerezni, mindenkinek eljutatott ilyen maszkokat. Most nem tapasztaljuk erre a társadalmi igényt, viszont arra igen, hogy vannak olyan rászoruló családok, akik ezt nem tudják folyamatosan beszerezni, úgyhogy számukra az Albavástya családvédelmi központunkon keresztül juttatunk el maszkokat. A Sütő utcában lehet keresni az Albavástyát, ott van maszk, tudjuk is folyamatosan pótolni, biztatok mindenkit, hogy ezt tegyék meg. Egyébként nem csak rászoruló családoknak adunk, hanem például hajléktalan ellátásban is biztosítunk maszkot nagyon sok ember számára. A teajárat, amik megy, ugye teát is visz, élelmiszert is visz, más dolgokat is, maszkot is visz az arra rászorulóknak, és hát közben pedig valamennyi szakemberünk számára biztosítjuk a védekezés felszereléseit, adott esetben a maszkot is, és sok helyen, ahol erre szükség van, az ellátottaknak is, illetve vannak olyan közforgalmú helyek, ahol kötelező a maszk használata, de ha valaki nem vitt magával, akkor ott helyben tudunk számára adni. És amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ezeket a juttatásokat, ilyen egyébként a tesztelés kérdése is, azt nem csak az önkormányzati intézményeknek és az ott dolgozóknak, ellátottaknak biztosítjuk, hanem más közösségeknek is a városban, hiszen e tekintetben az együttvédekezéshez az is hozzátartozik, hogy nem nyomhatjuk át a felelősséget, hogy az nem a mi intézményünk, nincs vele dolgunk, de ugyanúgy dolgunk van vele, hogy ugyanúgy fehérváriak dolgoznak, fehérváriak az ellátottak, és a város összellátó rendszeréhez tartoznak ezek a közösségek és intézmények is, dolgunk nekik is segíteni. Ha már a tesztelést említette, ez is ugye hozzátartozik a most behozott járványvédelmi szabályok körébe, ugyanakkor itt is elmondható, hogy tavasz óta végez az önkormányzat teszteléseket. Igen, elég korán elkezdtük az országban az elsők között a tesztelési programot. Egyébként 8000 tesztet biztosítottunk, és itt nem csak a tesztet kell ez alatt érteni, hanem a mögötte lévő az egészségügyi ellátó rendszert, hiszen valakinek tesztelni kell, a tesztet el kell végezni, utána értékelni kell. Ez az egész kompletten szolgáltatásként akkor beszerzésre került, és folyamatosan az intézményeinkben, de nem csak az önkormányzati intézményekben, hanem például iskolákban is, mondom, szociális intézményekben, óvodákban, egyéb közösségeknél, városi cégeknél is történik tesztelés, a hivatalban is történik tesztelés. Tudjuk, hogy az állam most döntött, és bizonyos területeken a tesztelést mondjuk úgy, hogy átveszi tőlünk, ugye iskolákba, az általános iskolákat értve az alatt, ahol még egyelőre nincsen online oktatás, az óvodákba, a bölcsödékbe, és aminek én nagyon örülök, hogy különösen, hogy november 12-e ugye a szociális munka napja, hogy a szociális szektorban dolgozókat is beemelték ebbe a programba,
Ez szerintem nem csak a tesztelés miatt fontos, hanem ennek igenis van egy morális üzenete. Sok területen szerintem joggal érezhették úgy a szociális területen dolgozók, hogy néha ők is kaphatnának nagyobb figyelmet, hiszen óriási munkát végeztek tavasszal és most is. Ez most szerintem megint egy olyan szép elem, ahol látszik, hogy igenis ezzel is próbál az állam és az önkormányzat és más fenntartók is törődni. Nézzük még majd részleteiben az országos és helyi szabályozásokat. Az egyik ilyen általános dolog, hogy este 8 óra és hajnali 5 között kijárási tilalom van. A fehérváriakat is megkérdeztük erről, utána pedig majd folytatjuk még a témát. Én nyugdíjas vagyok, én könnyen megoldom, úgyhogy engem nem szabályoz be ebbe az időpont. Úgyhogy szerintem jó. Szerintem hülyeség amúgy. Ennyi. De azért be fogod tartani? Hát persze, nincs más választásom. Inkább nem mondok semmit. Valljuk be, hogy abszolút megértjük, hát nem vagyunk mi ahhoz hozzászokva, hogy ne úgy alakítsuk egy esti programunkat, ahogy szeretnénk, de most ez az időszak ezt sajnos szükségessé teszi, azért Nyugat-Európához képest most sokkal később történtek meg ezek a fajta korlátozások Magyarországon, és hát igen, nem alakíthatjuk úgy az esteinket, ahogy szeretnénk, nem mehetünk színházba, nem mehetünk koncertre, ebben az időszakban most nem mehetünk moziba, otthon kell lenni, de azért szerintem otthon bekuckózni és egy kellemes könyvet elővenni, vagy a családnak együtt tölteni egy estét egy kellemes otthoni vacsorával, szerintem ez is tud nagyon szép és hasznos és szeretetteljes program lenni, ha már az adventi időszakra készülünk. Úgyhogy én kérem, hogy fogadjuk most el ezt a korlátozást. Azért van, hogy ezt minél kevesebb ideig kelljen fönntartani, és utána minél inkább és minél gyorsabban a normális élethez vissza tudjunk egyébként térni. Tehát megértően fogadom e tekintetben a kritikát, de közben azért érdemes volt hallgatni az idős hölgyet, aki azért nyilván élettapasztalattal és bölcsességgel egyértelműen jelezte, hogy ő pedig ezt támogatja. Talán ez az egyik legvegyesebb intézkedés. Annak nagyon örülök, hogy egy olyan konfliktusos pontot sikerült megoldani. Mint a kutyatartás. Kutya gazdaként is, bár Ágoston gyermek igazán a gazda, de hát a család egésze persze szereti Carlost, és én is figyeltem, hogy a kutyatartók kérdezték, hogy de hát akkor 8 óra után nem tudnak kutyát sétáltatni, hogy ez megoldódott, hiszen elfogadást kapott ez a kezdeményezés az állam részéről, és lakóhelytől számított 500 méteres körön belül lehet kutyát sétáltatni este 8 órát követően is, és mi pont ebből köfölöl, a kutyafuttatókat pedig nem zárjuk. Tehát látszik, hogy megint csak visszacsatolva, hogy érdemes megtenni a javaslatokat, adott esetben az építő kritikát is, mert meghallgatásra kerül. És hát persze abba bízunk, hogy nem sokszor kell meghosszabbítani ezeket az intézkedéseket, tehát hogy el is hangzott, ha meg lesz a vakcina, ha meg lesz az oltási program, akkor valamikor tavasszal, nyáron talán vissza lehet térni teljesen a rendes és normális kerékvágásba. Úgyhogy szerintem ezért kell most tennünk. Én egy ismert úgy, hogy alapvetően optimista ember vagyok, szerintem az élet most is szép, ugyanúgy van mi mosolyogni, még hogyha esetleg egy kicsit nehezebb is, meg kell találni most ebben az életben azokat a szépségeket, amitől az emberi élet teljes emberi élet tud lenni, még hogyha kicsit a szabadságunkban korlátozva is vagyunk, amihez tényleg mi kevéssé szoktunk hozzá, de szerintem azért ez nem kibírhatatlan, főleg, hogyha életről, egészségről van szó. Itt már valóban a Fehérvár TV híradójában is említetted, ez a közleményekben, a sajtóanyagokban is szerepelt, hogy például ugye művelődési intézmények, színházak bezárnak, de mondjuk akár a könyvtárnál a különböző megoldásokon azért gondolkodnak. Igen, mert tavasszal is jó tapasztalatok voltak például az online könyvtári szolgáltatásoknál, azt nagyon szerették az emberek. Nagyon sok idős ember mondta, hogy ez neki mekkora segítség volt, mert tudott könyvet rendelni, otthon tudott olvasgatni, és eltelt hasznosan is jól az idő, úgyhogy ilyeneken gondolkodunk. Most nyilván kell pár nap, hogy a helyzetet értékeljék az egyes intézmények, megtegyék a szakmai javaslatukat. Ugye volt művészkaraván a tavaszi időszakban, ezeket is érdemes átgondolni.
és ennek megfelelően a következő napokban, hetekben még biztos, hogy tekintetben is születnek majd döntések. Tehát, hogy pontosítsuk, színházat nem lehet külső személynek látogatni, értelemszerűen nincs koncert és nincs balettszínházi előadás sem, a művelődési házat, múzeumot, levéltárat és könyvtárat sem. Ezeket egyébként tavasszal már megtapasztalhattuk, tehát valójában azok az intézkedések azok, amik a következő hetekre vonatkozni fognak. A másik sokakat foglalkoztató kérdés, ugye a sportkérdés, az uszodát, hogy lehet látogatni, hogy lehet akár a szabadidős sportkomplexumokat egyéni sportra igénybe venni, ezek kapcsán itt helyben mire számíthatnak? A különböző külső, tehát szabadtéri sportcentrumok és központok, azok egyéni sportolási célra használhatók. Tehát lehet menni a bregyóba futni, lehet a konditerem eszközeit használni, már ami a szabadtérit jelenti, hiszen a fitness termek azok nem nyithatnak ki, de el lehet menni a játszóterekre is. Tehát egyéni sportolási lehetőség az adott bregyóba, Halezba, Túrozsáki úton, ugye most már lassan a palotavárosi tavak környékét is ide tudjuk emelni. Ezt egyébként sokan üdvözölték és ennek örültek, úgyhogy ha visszaemlékszünk rá, akkor például tavasszal nem volt egyértelmű, hogy lehet vagy nem lehet, most egyértelmű a jogszabály megengedi az egyéni sportolási lehetőséget. Viszont csoportosan nem lehet ezeket a területeket használni, tehát most a grundfoci vagy streetball kosárlabda ideje az nincs itt a következő hetekben, bár talán a tél közelettével eleve ez a fajta sportolás azért egy kicsit amúgy is visszaszorult volna. Az úszoda és a jégpálya speciális. A jégpályával kezdem, mert az mégiscsak valamennyivel egyszerűbb. Ott alapvetően a jégkorongozók, a szinkronkori, műkori, tehát a versenysporthoz kapcsolódó csapatok, illetve a mögöttük lévő utánpótlás az, amelyik használhatja ezeket a létesítményeket, tehát például a közönségkori ebben az időszakban sajnos nem szervezhető a jégpályán, és amit biztos, hogy sokan sajnálnak, hogy az Icsi ligeti jégpályát sem tudjuk így ebben az esztendőben elindítani. Egyébként ez gyakorlatilag néhány héttel ezelőtt már eldőlt, de most utólag azt gondolom, hogy jó döntés volt, mert most nagyon rossz lenne, ha fölállítottuk volna, és nem lehetne megnyitni. Az úszoda tekintetében kicsit bonyolultabb a helyzet. Ott még van egy-kettő olyan szempont, amit értékelni kell, várjuk a szövetségeknek az állásfoglalásait is, igazolt sportolókról, versenyzőkről. A versenysportot és nyilván az még egyszer az ehhez kapcsolódó utánpótlást azt lehetővé teszi az úszoda tekintetében, de egyéb úszoda használat pedig nem lehetséges, úgyhogy egy változó nyitvatartással hétfőtől péntekig 6 és 8 óra között, valamint 14 és 19 óra között lesz az úszoda nyitva, szombaton 9 és 12 között, de még egyszer csak az igazolt versenyzőknek lehet majd az úszodát alkalmazni, használni. Ez nyilván nem csak a csitári ilyen úszodára, hanem a köfém úszodára is igaz. Ezt sokan kérdezték, és nyilván sokakat ettől a sportolási lehetőségtől sajnos megfoszt ez az időszak. Bízom benne, hogy a rendes kerékvágásba vissza fogunk tudni térni. Talán az viszont egy jó hír az úszodát látogatóknak, hogy gondolkodunk és dolgozunk egy olyan fejlesztés előkészítésén, amire gyakorlatilag folyamatosan két medencésé tenni a jövőben az úszodát, ami egy nagy előrelépés lenne normál körülmények között. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan erről a fejlesztésről viszont be tudunk majd számolni. Ami szintén sokakat foglalkoztatott a tavaszi helyzet alkalmával is, hogy jó, hogy igénybe vehetik ezeket a játszóeszközöket, vagy akár szabadtéri kondi parkokat, de mi történik az ottani eszközöknek a feltöltlenítésével? El fogja ezt végezni valaki, tehát hogy ezzel számoltak ezzel a feladattal? Igen, el fogjuk végezni a városgondossági ez a feladat. Tavasszal ezt már elkezdték, aztán nyáron is folytatták, amikor újra lehetett mindent nyitni, akkor volt alapos fertőtlenítés, és utána folyamatosan végzi a városgondosság ezt a munkát. Köszönöm is az ott dolgozó szakembereinknek, értelemszerűen ez a következő hetekben is így fog történni. Játszóterek esetében ugyanúgy, mint egyéni sportoláshoz szükséges eszközöknek a fertőtlenítése vonatkozásában. És ugye már a fertőtlenítésnél tartunk, akkor nézzünk egy kicsi egészségügyi körképet. Megkérdeztük a kórház főigazgatójától, megbízott főigazgatójától, hogy tulajdonképpen az egészségügyet, a kórházat hogyan érinti a héten lezajló változás. Nézzük a vele készült beszélgetést.
minden olyan haladható, mint hogy minden szakmában vannak úgynevezett elektív műtétek. Van, amelyik szakmában kisebb arányban, van, amelyik szakmában nagyobb arányban, de az ortopédiában szinte 100%-ban, ami az én szakmám, sebészetben, urológiában, tehát minden manuális személyzetben nagyon sok van. Minden olyan műtét, ami nem életmentő műtét, tehát halasztható. Ezeknek a leállásával gyakorlatilag azt a célt értük el, hogy legyenek szabad ágyak, legyen szabad kapacitás, a műtő teljesítménye ugye 50%-ra is leesett, ott a anesteziológus orvos, az anesteziológus asszisztens, a műtősnök, nővérek felszabadulnak, akik részt vettek ezeknek az elektív betegnek az ellátásában, és tudjuk őket gyakorlatilag átvezényelni, átirányítani a covidos betegek ellátására. Ezzel egy időben gyakorlatilag megjelent az, hogy az ágyainknak a 40%-át covid betegek ellátására fel kell szabadítani, illetve 7%-át, tehát az aktív finanszírozott ágyainknak a 7%-át súlyos lélegeztetésre szoruló covidos betegek részére fel kell szabadítani. Ezt csak úgy lehet elérni, hogyha visszaveszünk a elektív ellátásból, és ez gyakorlatilag mára le is kell jelentenünk, ez nálunk 613 olyan ágyat jelent, amelyiken tudunk covidos beteget ellátni, illetve 107 olyan intenzív ágy, amely valamelyik fajta lélegeztetésre alkalmas és a lélegeztetésre szoruló betegek ellátására lesz. Hát azt hiszem az egyik legnagyobb kérdés az egészségügyi ellátórendszer működőképessége. Ugye tavaszhoz képest nagyon sok előrelépés történt, akár az eszközök tekintetében, akár nyilván a tudás is nagyobb már magával a vírussal kapcsolatban is, és ez a szervezési kérdésekkel kapcsolatban is. De hát azért lássuk be, hogy a legfontosabb a szakember, és a szakember vonatkozásában mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy őket kímélni tudjuk, és hogy ők tudják tenni a dolgukat az ellátásban. Egyébként rögtön ide kapcsolom még egyszer a szociális ellátást is, hiszen mondjuk egy bentlakásos intézményben dolgozó ápoló az nagyon-nagyon hasonló jellegű, nagyon komoly szakmai felelősséget jelentő feladatokat lát el, mint a kórházban dolgozó kollégái. És úgy itt vannak azért átvezénylések különböző kórházak között is. Szerencsére a megyei számokat is nézve most a középmezőnyben vagyunk csak, szemben ugye a tavaszi időszakkal, tehát ez mindenképpen egyfajta könnyebbség, de az is látszik, hogy mindenhol így Fehér megyébe is nő a betegszám, ez értelemszerűen a fehérvári számokra is egészen biztos, hogy igaz, és ez egyre nagyobb terhelést ró nem csak a kórházi ellátásra, hanem az alapellátásra, a szűrő és tesztelési kapacitást ellátó szakemberekre egyaránt. Tehát amikor kérünk, amikor szabályokat hozunk, akkor ezt azért is tesszük, hogy ők végezhessék a dolgokat, és kibírja ezt a fajta növekedő nyomást az egészségügyi és a szociális rendszer, és az intézményrendszer is, hiszen egy óvoda, egy bölcsőde működőképessége ugyanúgy fontos, egy általános iskola működőképessége ugyanúgy fontos ebben az időszakban. Ez egyfajta együttműködés. Én azt kérem mindenkitől, hogy engedjük és hagyjuk a szakmát dolgozni, ebben az esetben az orvos és egészségügy szakmát. Tudják, hogy mit miért tesznek, bízzunk bennük, bízhatunk bennük tavasszal. Így van ez, azt gondolom, hogy a kórházunk egészségügyi ellátórendszerben dolgozó szakembereink esetében mostani őszi időszakban is. Egyébként több metódusban, több ütemben anyagi forrásokat biztosítunk a kórháznak önkormányzatként is. Ezt most meg fogjuk tenni a november-decemberi költségvetés módosításban is, egy több 10 millió forintos támogatást adunk majd a kórháznak, és lakhatási támogatásokat is biztosítunk, nem csak az általában megszokottat, hanem éppen főigazgató úrral tárgyalunk arról, hogy a tavaszi metódusnak hasonlóan most is biztosítanánk olyan szálláskapacitást, ami a szakemberek számára egy könnyebben elérhető szállás lehetőséget ad, vagy aki úgy dönt, hogy most ebben az időszakban nem akar a saját családjához mindig hazamenni, ezáltal nyilván kockázatot hazavinni, azok számára is természetesen önkormányzati és állami forrásból biztosítani tudjuk az ellátást és a szállást. Ugye a beszélgetésünk javarésze tényleg a megelőzésről, az emberi egészség védelméről szólt, de nem mehetünk el a gazdaság mellett sem, hiszen a működőképesség is fontos. Itt mondjuk mivel tudják segíteni helyben a vállalkozásokat, a helyi cégeket, hiszen országos intézkedések is vannak, de nyilván helyben is tudnak könnyíteni.
próbáljuk kiegészíteni az állami intézkedéseket. Értem, szóval ott vannak a legnagyobb források, elsősorban a munkahely megőrzésre, mint most különösen fontos feladatra. Más egy kicsit a helyzet a mostani időszakban, mint tavasszal. Tavasszal sokkal több szektort érintett a probléma Fehérváron. Most azért az ipar szerencsére, és remélem nem kell a még szócskát hozzátenni, szépen tud dolgozni. Inkább munkaerő hiányt tapasztalunk már a cégvezetőkkel való beszélgetések során. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a stabilitás, ez a fajta növekedés, ami azért tavasszal, nyáron nem volt még jellemző, az fenntartható legyen. Ezért is fontos a működőképesség megtartása. De látunk olyan szektorokat, ebből nyilván a vendéglátás, a turisztika, a kisvállalkozói körnek bizonyos szegmense, fodrászok, kozmetikusa. Amikor az uszodáról döntünk, akkor döntünk adott esetben személyi edzők kérdéséről, akik ebből élnek, hiszen egyéni vállalkozók. Tehát az ő esetükben érdemes helyi programokat is gondolkodni. Ezt megtettük tavasszal, így lesz ez most a őszi-téli időszakban is. Mondok például egy jellemző döntés tavasztról, amit most is meg fogunk hozni. Azok a vendéglátóipari tevékenységet végző vállalkozások, amelyek önkormányzattól béreltek ingatlan, azok jelentős bérleti díj kedvezményt és halasztási lehetőséget, átütemezési lehetőséget kaptak tavasszal. Így lesz ez a következő időszakban is, hamarosan ezeket a döntéseket bejelentjük. Egyébként általában is a lejáró bérleti szerződéseket automatikusan fogjuk március 31-ig meghosszabbítani, tehát ezekkel segíteni azt, hogy a vállalkozás életben maradjon, és amennyi munkahelyet meg lehet most ott őrizni, tartani, azt megtegyük. De azt kérném mindenkitől, hogy aki egyébként szokott étterembe járni, szokott kávézóba járni, szokott ezen a területen mondjuk úgy, hogy pénzt költeni, hogy egy finom ételt otthon vacsorára megenni, vagy ebédre megenni, az mégiscsak egy jó dolog, de ezzel most segíteni is tudunk egy-egy vállalkozást, egy-egy munkahely megőrzésében. Tehát akinek van lehetősége, akár az étel szállítás tekintetében, akár a haza rendelés vonatkozásában, a házhoz szállítás tekintetében tegyük meg. Túl azon, hogy mi is szó szerint táplálkozunk belőle, a vállalkozásoknál ez pedig most abszolút munkahelyeket jelenthet, amire azt hiszem most nagyon nagy szükség van, de folyamatosan fogunk hozni döntéseket. Van egyébként más területen is néhány döntés előkészítve, amelyik pedig szociális támogatások rendszerében fog kiegészítő támogatásokat biztosítani. Pár napot kérünk, és be fogjuk ezeket jelenteni. Hogyha már a számok világánál tartunk, azt hiszem, hogy talán egy hónapja beszélgettünk itt, amikor arról volt szó, hogy október közepe, november tájéken már lehet látni azt, hogy a tavasz hogy képeződött le, hogyan alakult például az iparűzési adó, és egyáltalában milyen számokkal számolhat az önkormányzat? Hát az egyik szemünk sír a másik nevet. Azért mosolyog egy kicsit a szemünk, mert nagyon nagy a visszaesés ugyan iparűzési adó bevétel magyarul gazdasági teljesítmény tekintetében, de nem akkora, mint amit májusban a cégvezetőkkel együtt láttunk. De a másik oldalon meg azért sír, mert így is nagyon jelentős. Egy-két számmal ez könnyű illusztrálni. 20 milliárd forint volt az iparűzési adóbevétele Székesfehérvár önkormányzatának 2019-ben. Hát ez valahol a 16 és a 17 milliárd forint között lesz 2020-ban. Tehát egy 3-4 milliárd forintos bevétel kiesésünk van az iparűzési adóban. Ugye erre jönnek még egyéb tételek, tehát még egy 1,5-2 milliárd forintot különböző bevétel kieséseknél, kiadás növekedéseknél hozzá kell számolni. Parkolás újbóli ingyenessé tétele leállítása nyilván nagyon jelentős bevételkiesés, de most például az uszodai döntés, ugye tavasszal az uszoda zárva volt, és minimális volt a fenntartási költsége, az uszodát mi most ugyanúgy fogjuk üzemeltetni, miközben nem lesz belőle bevétel. Tehát látszik, hogy ez mind-mind az önkormányzatok helyzetét is nehezíti, de most ezt kell megoldani. Jó, hogy a város az elmúlt években képzett jelentős tartalékokat, nem éltünk föl minden bevételünket, mert ebből abszolút biztonságosan, fenntartható módon garantálható az idei évi működés, és a 2021. évi működés is, mert el kell mondani, ez egyéb szabályozók miatt, nem mutatnék ezzel senkit, valójában a 2021-es várható bevételünk az meg fog egyezni a 2020-as bevétellel. Itt azért tárgyalunk néhány tétel vonatkozásában az állammal, már az elmúlt hetekben is számos elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódó segítséget kaptunk. Tehát amikor mondjuk a repülőtér fejlesztéshez a
korábban az abai önkormányzattól megvett területet utólag megtérítette nekünk az állam, akkor ez egy 375 millió forintos segítség volt az önkormányzatnak, aminek egy kis részét kell a repülőtérre fordítani, a nagy részét azt egyébként mondjuk Sára programon keresztül a Városgondnokság útjárda parkolóépítésre fogja 21-ben tudni fordítani. Tehát ezekből a kis tételekből fog most ez a probléma megoldódni, de még egyszer közös erővel ezt meg kell tennünk. De az idei évben is kiderül, hogy azért az iparűzési adója jelentős csökkenése az élet minden területen érezteti a hatását. Mert nem véletlenül mondtuk mi önkormányzatok, hogy ez a mi fenntartható fejlődésünknek a záloga. Nagyon fontos tehát, hogy e tekintetben csak felelős nyilatkozatok kapjanak nyilvánosságot. Azért volt néhány nyilatkozat ezzel kapcsolatban, olvastam. És azokat én nem is tekintem sem felelősnek, sem hozzáértőnek, rossz viccnek, mint szóval mindenképpen. Én azt gondolom, hogy az sem egy jó üzenet, hogy egy ilyen helyzetben valaki iparűzési adót akar emelni, mert ez most nem az adóemelések időszaka, de hát az meg aztán különösen rossz üzenet, hogy valakinek ilyenkor eszébe jut, hogy fel kéne egy évre függeszteni az iparűzési adó fizetési kötelezettségét. Szakmaiatlan is, hiszen ez egy forgalmi típusú adó, tehát együtt sírunk, együtt nevetünk. A teljesítményhez arányik az adó, azaz nem egy fix adó, mint például az építményadó, hogy akkor az épület, akár van benne termelés, akár nem, azt az építményadó összeget kell befizetni. Ez az iparűzési adónál nem így van. Visszaesett a gazdaság, visszaesett az adófizetési kötelezettség, a mi oldalunkon pedig a bevétel. Tehát valójában itt az önkormányzatoknak nagyon nagyot lehetne ártani, de a vállalkozásoknak érdemben nem sokat lehetne segíteni ezzel az intézkedéssel, azzal együtt, hogy bölcsöde, óvoda, szociális rendszer, kulturális intézmények, városüzemeltetés, fejlesztés, sportegyesületek támogatása, uszoda fenntartás, csak néhány példát mondtam, ez mind-mind tömegközlekedés, mind-mind az állami források mellett önkormányzati forrásból, azaz iparüzési adóból kerül működtetésre és fenntartásra. Tehát ez az őrült ötlet, ez gyakorlatilag az összes szolgáltatás, összes intézményműködés teljes leállását eredményezte volna. Én azért abban bízom, hogy ennek pont ugyanaz lesz a sorsa, mint a tavaszi kamarai javaslatnak. Senki nem vette azt akkor se komolyan. Szerintem most sem lehet döntéshozói oldalról ezt komolyan venni. Igen, az Európai Uniónak vannak az adórendszerrel általában ezzel kapcsolatban megfogalmazott jövőbeli módosító javaslatai. Nem is lehetetlen erről tárgyalni, de akkor meg kell nézni ennek minden oldalát, és ez biztos nem ilyen évben kell meglépni, biztos, hogy nem egyik pillanatról a másikra, és biztos, hogy garantálni kell, hogy akkor hogyan jut az önkormányzat forrásokhoz. Mondok példát, a fogyasztói adókból, tehát amikor az áfából itt marad a helyben termelődő áfa egy része, akkor azzal ezt részben lehet pótolni, lehet tovább csökkenteni a vállalkozók adóterhét, de ezt nem egy elem kiemelésével, hanem a teljes bevétel és kiadási struktúra ismeretében kell megtenni. Én úgy fogalmaztam tavasszal, hogy arra kérem a kamarát, hogyha egy önkormányzatokat érintő javaslata van, akkor kérdezem meg az önkormányzatokat. Mi nagyon szívesen adatot adunk, információt adunk, szakmai tudást adunk. Én más se hallok 2-3 napja gazdasági szereplőktől, vállalkozásoktól, bankoktól, hogy ez egy rossz javaslat. Akkor viszont nem tudom, hogy ki fogalmazta meg valójában a gazdaság részéről ezeket a javaslatokat. Én várom nagy tisztelettel azokat a cégeket. Fehérváron hozzám sem kis, sem közepes, sem nagy vállalat az elmúlt 10 évben azzal nem érkezett, hogy akkor valósít meg egy beruházást, ha nem kell iparűzési adót fizetni. Azt kérik, hogy hatékonyan használjuk föl ezeket a bevételeket, és mondjuk az ő munkavállalóik életminőségét is javító fehérvári döntések szülessenek. Vagy albai innovárt hozzunk létre, vagy oktatásra költsük, vagy fejlesztésekre költsük. Ezt joggal várják el az adófizetők, azért a pénzért, amit ők befizetnek. De egy fenntartható városfejlesztés azon az elven alapul, hogy akkor tud a város fejlődni, ha a gazdasága fejlődni, de a gazdasága is csak akkor tud fejlődni, hogyha az annak a környezete, magyarul a város fejlődni tud. Ebből helyi szinten nincs konfliktus, nincs probléma. Én bízom benne, hogy továbbra is a józan ész fog győzedelmeskedni, és az önkormányzat bevételeihez senki nem fog hozzányúlni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!